Botka, elveszik tőle a labdát, nincs sípszó, Hangya startolhat, Hangya előtt az üres terület, már az ellenfél tér felén. Fennakadt azonban a védőfalon, de lehet egy lövés messziről, és egy óriási gól! Mekkora találat! Vezet a Vasas! Berec Zsombor, mekkora gól volt! Talpon az egész Ilovszki stadion, és egy puszi a barátnőnek, a fiatal Berec Zsombor első NB1-es gólja, és nem akármilyen. Ígéretes támadásnak, kontrának ígérkezett Hangya a meglódulása után ez a Vasas akció, és Szilágyi Áron öröme is teljesen jogos és érthető. Itt van a labdaszerzés, és itt van Berec lövése. Fantasztikusan jól eltalálta a labdát, egy picit még pörgött is. És a kapufa mellé bezúdul a hálóba, ezzel a góllal vezette át a Vasas a Honvéd ellen. Barát dobhatja be. Eppel. Sokan vele szembe, Eppel megtartja, egy finom passz. Costa, és ez pedig így rossz a társaknak. Ádám Martin. Gyors érintő, és egy hatalmas helyzet, de kimarad. Nincs meg a második gól. Remek indítás volt Berecnek, aki duplázhatott volna az első félidőben. Megelőzte Bobál Dávidot, aki sárga lapja miatt már nem mert szabálytalankodni hátulról. Na lássuk, mihez kezd ezzel a lehetőséggel a Vasas, ennek sárga lapnak kell lennie, és Bobál Dávid a szabálytalan, ez pedig azt jelenti, hogy kiállítják a Honvéd 20 éves védőjét. Nagyon nehéz helyzetbe kerül a kispesti csapat. A második félidő második percében megfogyatkozik. És nem csak gól, de emberhátrányba is kerül. Ádám Martin lódult meg. És Bobál Dávid rossz döntést hozott. Ez most jó. Gazdag, nem tudta visszakapni Eppeltől. Pavlov. Pavlov versenyfutása Barát Botondal. Pavlov megtartja, nagyon harcias Barát Botond. Jó a sarkazás, Hangya. Bent középen Remili, el is jut hozzá a labda. Remili megpróbálja tisztára játszani magát, el is rúgja. De bedobás lesz a vége, nem találta el jól. Viszont megérezte, meglátta a lehetőséget az angyalföldi csapat, és ki is dolgozták a helyzetet. Úgy tűnt, hogy nem jó az összjáték, és így is van, csak nem tudta megtartani. A Honvéd, Berec hozhatja, 3-3 ellen, még mindig Berec ellövi a labdát, ott a védés, és ott van az ismétlés, de már a sípszó harsan. Vélhetően Pavlov lesen állt, és lesről avatkozott közbe a játékba, itt ez teljesen egyértelmű, így is van. Igaz ugyanakkor, hogy szép megmozdulás közben, Remili támadhat, Barát nagyon határozottan, Remili megtartja, és határozott a játékvezető, aki ott volt az események közvetlen közelében. Úgy tűnt, hogy Barát Botond ráesett a kitörő Remili Mohamedre. Remili mosolyog is, aztán legyint egyet a levegőbe. Itt egy ütközés, itt még nem történik semmi. És bár elesett a két játékos, higgyük el Andó Szabónak, hogy ő közelről meg tudta ítélni, hogy szabálytalan volt-e a megmozdulás, vagy sem. Nyilván van azért alaposan a fizikai paraméterek tekintetében különbség a két játékos kvalitásai között. Ilyenkor azért nehéz igazságot tenni a pillanat tölt része alatt. És potya gól! 2-0! Remélem szabadrugása után valahogyan utat talál a labda
a Honvéd kapujába. Nagy az öröm a hazai lelátón, és a társak ölegetik Remili Mohamedet, a kamera pedig Horváth Andrást mutatja. Nem véletlenül, hiszen úgy tűnt, hogy egyértelműen övé a labda, majd meglátjuk a lassításban, hogy hogyan tudott ez átgurulni a gólvonalon. És a felszabadult öröm Remili Mohamed arcán. Neki is van most már gólja, nem csak gólpassza. Laposan beadta középre, és szegény horvát kezei és lábai között egész egyszerűen átcsorog a labda. Hatalmas potyagól, de gól. Vernes Richard. Vele szemben a másik csere, Osváth. Vernes beadja, jó a fejes! Elkerüli a kaput. Costa fogja a fejét. És Vasiljevic lent a földön. Gazdagnak sikerült megfejelni a labdát. Vasiljevic pedig ütközött. King megpróbálta felpöcizni az elől lévő társaknak. Eppel harcol a labdáért. Egy újabb helyzet! Óriási kapufa! Nincs szépítés, és nincs most szerencséje a Honvédnak. És itt az iménti helyzet, Eppel felpörgeti, aztán előtte marad a labda, és Gazdag lőhetett keresztléc. Az tény, az első félidőben talán több helyzetet is kidolgozhatott volna a vendégegyüttes, de gól és ember hátrányban már igazán többet nem tehetett annál, amennyi energiát belefektetett a mérkőzésbe. De nézzük az utolsó vagy utolsó előtti vasas helyzetet, egy lövés még a végén. Szláglik ballal próbálkozott, nyilván nagyon akar. Elnézést kér a társtól, hogy nem passzolta le a labdát, bár ez is egy opció lehetett volna. Itt átveszi, megint inkább átteszi a bal lábára, és pontatlan a kísérlet. Leperegnek az utolsó másodpercek, Nagy még kirúgja a labdát Hangyal Szilveszternek. Jól játszott a Vasas ismét, és megérdemelte a győzelmet ismét. Még egy akció a végén, Remili kapásból, és mellé. Nincs meg a dupla Remilinek, aki fogja a fejét, de alig, hanem hamar túl teszi magát a sokkon. 2-0 a Vasasnak a Budapest Honvéd ellen. Egy káprázatosan nagy bombával, és egy hihetetlenül nagy potyagóllal